Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban egy új szériát kezdek el a 2023-as Kamuformer Combiner széria keretében. Még nem más, mint sem gyors helyszínváltás. A Deformation Tycoon gigantikus Dino combiner fogom elkezdeni bemutatni ezen a héten és annak is az egyik első tagját, mégpedig Len t fogjuk bemutatni. Szóval, íme itt van előttünk, Deformation Tycoon Tracks. azaz Nos, akinek esetleg ismerős lenne ez a figura, nem véletlenül van ez így, ugyanis ennek a figurának, illetve ennek a szériának a nagyon, 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 nagyon lebutított verzióit lehet kapni kis hazánkban, a Tesco-ban. Igen, csak árakon, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a figurák teljesen eltérnek azoktól. Azokat már a tavalyi Kamufolver hónap keretében bemutattam, akit érdekel, szerintem linkelni fogom ennek a figurának azt a verzióját itt a leírásban, szóval érdemes lesz megnézni, ha más összehasonlítás véget, hogy milyen ez az eredeti, bár ez is egy érdekes megfogalmazás ennek a figurának. Eredeti verziója ennek a figurának ahhoz képest, igen, szóval mit nem mondjak, jobb, jobb, azért mert így szerintem ránézésre is jobban néz ki ez a figura, de mit nem mondjak, igen, egy szép darab, igaz, ami igaz, egy kicsit meg kell hekkelje, meg kell egyet fűrészelnem ahhoz, hogy olyan mozgatható legyen, mint amilyen most, de erre a mozgathatóság terén kifogok térni, ám bátor előtte nézzük is meg a méreteit, kedvenc Lego emberkével és Lego technik emberkével. Igen, igen. Aj, láthatjuk, azért Trex egy igencsak nagy darab figura, tehát megérdemli az ő titulusát, de félretéve őket, még mérőmanunk előtt képbe hozom mellé, nem más, mint sem, Studio Series Grimlockot, lévén ő itt lakik az asztalon egy ideje, és láthatjuk, hogy azért ő nagyobb, de ő is t rokon, igaz, ő a hátán hordja, Tino fejét nem a márkasán, égen, égen. Nos, félretéve ő kemét, ha még mindig statikus, ám által akciódús pózban lévő figuránkat megnézzük, hogy, 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 milyen méretekkel bír ezen pózban. Magassága szempontjából kb. 19 cm-es, hát ebben nem számolom bele a fegyverét. Váltól válik való távolsága, a vállai szélessége, szempontjából nagyjából 9,5 cm-es, és általános mélysége a figurának pedig, lássuk csak, nagyjából hm, 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 hát 7,5-8 cm-es. Nos, térjünk ki és a figurának az egyéb részleteire, mint például a fejére. És azt kell mondjam, ennek a figurának igencsak jól el van találva a feje, nagyon klassz kis light pipingje van, azaz az, ami azt jelenti, hogy a hátulján van ez a kis átlátszó rész, emiatt pedig tök jól világít a robotmód szeme, hogyha arról van szó, nem is beszélve a dinó mód fejéről. Igen, igen. Ezt a fejét egyébként hát, képes és körbe tudja forgatni. Vállát, az képes, és szintúgy, csak igaz egy nagyon csúnya hangokkal bíró racsnin van, és ahogy hallható, igen, csak meg kell küzdeni azért, hogy ezt megmozgassuk, de ugyanakkor mozgatni lehet, erre majd kitérek, hogy ez micsoda, bár már így látszódik is. Kezénél képesünk vagyunk az alkarját mozgatni körbe, könyökét egy-két ponton tudjuk hajlítgatni, és a csuklóját is tudjuk mozgatni, igaz, erégi, limitált mienségben, igen, igen, lejjebb térve a figurának a törzsét képesek vagyunk, és tudjuk mozgatni jobbra-balra. Nagyjából körbe is tudjuk forgatni, de azt akadályozza itt a figurának a kialakítása. Nos, lejjebb térve kell megjegyezzem, hogy már itt van benne egy hekkelt rész, mégpedig az, hogy eredetileg a figurának a törzse így állna, a lábai így állának kifele, ami igen igencsak nem megnyerő púlc kölcsönözne neki, ezért nekem itt ezt a részt a kicsit le kellett vágjam. Ez a figura nagyjából talán már egy éve megvan, ezért is tettem meg ezt a módosítást, így a bemutató előtt bűven, de azt kell, hogy mondjam megérte, mert így lényegesebben jobban lehet mozgatni. A lábát láthatjuk, hogy előre ennyire megy, hátra ennyire, oldalra pedig annyira megy, amennyire ez a rész így engedi. De szempontjából szépen behajlik, több mint 90 fokban. Itt is egy kis csalás követtem el, lévén ennek a résznek ez a csatlakozója elvileg egy négyszövetes darab lett volna, és ez nem forgott volna így, de most meg tudja tenni, és emiatt lényegesebben mozgatható ez a rész így a kombinált formájában. Igen, igen. Szóval egy-két csalás, egy-két fűrészelés után, de azért jól lehet mozgatni ezt a figurát, és erre a szériel egy érdekes jellemző van, ugyanis az összes kiegészítője kombinálható, átalakítható, kisebb darabokból áll, és olyan fegyvert tudsz belőle csinálni, ami éppen neked tetszik, amilyen igénye éppen van a harcos embernek, mert hogy nincs rajta direkte megkötés, amilyen éppen eszedbe jut, olyan fegyvert tudsz belőle kihozni, hogyha jól tudod használni az adott darabokat, szóval igen, a lehetőségek száma, ha nem is azt mondom, hogy végtelen, de azért eléggé adott, eléggé szerte ágazó, igen, igen, nos, Miután ezt kibeszéltük, miután megnéztük a figura mozgathatóságát, megnéztük előről, hátulról, kezdjük is meg a figura átalakítását. Ehhez nincs is más a szükségünk, nincs sem egy Deformation Tycoon Trexre, akit itt kézbe is vehetünk. Igen, igen. Itt jegyzem meg, hogy, hogy, ezt nagyon jó is ilyen alt közti módot el lehet érni nála, hogy a T-Rex fej így előre beköszön. De ez egy előre még nem köszön ránk, ugyanis az átalakítás megkezdéséhez igaz, ami igaz, hogy ezt ki kell hajtsuk, de előtte visszahajtjuk a robot mód fejét, és kihajtjuk innen hátulról a dinomor végtagjait, és ezt a részt, hú, de jó hangokkal körbeforgatjuk, majd ezt a részt átforgatjuk, visszahajtjuk, és így összenyomkodjuk egyik oldalt, majd a másik oldalt. Ezeknél a figuráknál mindig tartok attól, amikor átalakítom őket, hogy nehogy valami rosszat csináljak, vagy erőltessek valamit, vagy valami, mert tehát ezeknél megvan az esélye, hogy valami eltörik. Így, Ha ezzel meg vagyunk, akkor megforgatjuk a dinófejet, és az így keletkezett kis részt ide belöpszítjük, így. Né. Ha ezzel meg vagyunk, ezt a két panelt visszahajtjuk úgy, hogy a belső is lévő kis pöcködbe hajtjuk erre a belső részre. írni. egyik kötője a másik oldalt. Így. Né ezekkel meg vagyunk, kihúzzuk a T-Rex mód kezeit innen, így ebből a kis pöcökből, és kihajtjuk, és most fogjuk, és T-Rex a láb részét, egészet kihajtjuk, így, né? és most kell átforgassuk ezt az egész részt, hogyha hagyja magát, hagyja magát, úgy emlékszem, hogy kell forgatni, igen, na így, érdekes, csak az egyik irányba hagyja magát, nos, de meg vagyunk, kihajtjuk így a dinomódokat, ezt fölhajtjuk, tehát innen fölhajtjuk ide, így né, nagyjából rögzül is, kicsit beharítjuk a térdét, és végül, de nem utolsó sorban, ráillesztjük az ő kis pajzs kötőjel farok kiegészítőjét erre a hátsó részre, még pedig nem úgy, hogy, 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 a farok néznél van ez a kis bemetszés, és azt ide tesszük rá, így ne? Én nem így. Na, mindjárt meg lesz. Így, né. És íme itt van előttünk, Trex a maga T-Rex módjában. Nos, egy kis kamera igazítás után el kell mondjam, ez egy remek T-Rex mód ehhez a figurához. Tehát tényleg egy rendkívül jól mutatós T-Rex figura. Nagyon masszív, nagyon súlyos, tehát egy jól mutató darab. Talán kicsit jobban is összetart, mint a robot mód, de azért az se néz ki rosszul. Igen, igen. t módban száját képes és ki tudja nyitni, ehhez egy kicsit meg kell küldjek vele, mert hogy élesek a fogai, de ki tudja nyitni, és nagyon klassz light pipingja van, tehát látszik, hogy világít a szeme. De, hogy mekkora a szeme, szép a szeme, megnézhetjük kedvenc Lego emberkénk és technik emberkénk mellett, és megállapíthatjuk, hogy ő bizony egy nagy jószág, igen, igen és miután megnéztük, hogy hát egyikügyük sem nem lenne ellenfél számára, képbe vehetjük kedvenc műrűmonunkat, kivel megállapítjuk, hogy t teljes magassága nagyjából 17,5 cm-es, hosszúsága szempontjából pedig lássuk csak, körülbelül <hums> 26,5 cm-es, szóval igen csak széles darab, szélessége szempontjából pedig nagyjából hát 10 cm es égen, igen, nem mindenhol tart össze, egy kicsit ezért igazgatni kell, de azért nem rossz. Nos, egy gyors mozgathatóság, kezét képes és körbe tudja forgatni, lába az nagyjából ugyanúgy mozog, mint eddig, itt be tud hajlani, ez a része majd a kombinált módjához kell, azt is mindjárt demonstrálom, de előtte azért eznek a részeteit megnézzük, oldalra a lába nem tud kimenni, tehát így fölfele, de előre-hátra egy kicsit tud mozogni, és ahogy az előbb láthattuk a fejét, ha kihajtjuk innen, akkor egy kicsikét jobban is tudjuk mozgatni, de eléggé agresszíven kell kivegyük innen. Száját képes és egy kicsit kinyitja, és a lábfejét képes és föl le hajlítgatja. Igen, igen, és miután ezen dolgokat megnéztük, visszaalakítjuk alakítjuk robotmóddá, Igen, igen, és itt kezdjük meg a kombinált módhoz való utunk első lépését, mely abból áll, hogy, hogy, hogy megfújjuk a kezét, és úgy hagyjuk vissza, hogy ezt a pöcköt ide belülre rögzítjük, így, és ha ez megvan, akkor kicsit fölhajtván belülről azt a pöcköt ide ehhez a belső részhez a fejnél rögzítjük, ugyanezt a másik oldalt, tehát fölhajtjuk, behajtjuk, kicsit megemeljük, így és így belülre rögzítjük. Ha ezzel meg vagyunk, a lábakhoz térünk, és a lábakat kihajtjuk, illetve a lábaknál a dinó mód részét így kihajtjuk, és így tudjuk fölhajtani, hogy ez a lenti csatlakozó kint legyen, illetve ezt a részt fölhajtjuk egyik, illetve a másik oldalt így. Ne tehát minthogyha a T-rex módra törekednénk, csak ennél a kombinált módnál ez lesz a domináns égyni, és ha ezekkel a lépésekkel megvagyunk, akkor már-már előttünk van a kombinált mód túlzója, melyhez a következő hetekben csatlakoztatjuk majd hozzá a csapat többi tagját, kikről már előre elmondhatom, hogy jobbak, mint csak a teszkós variánsai. Igen, igen ide föl, a kamerát hozzá, igazítjuk, és remélem tetszett ez a bemutató, remélem tetszeni fog ez a széria is, amennyiben megvan neked az előző tesco szériának valamelyik darabja, kérlek írd meg a kommentek között, hogy egybe van még -e vagy sem, és amennyiben tetszett ez a videó, és kíváncsi vagy a csapat többi tagjára, kérlek itt iratkozz fel, és akkor láthatod mindent. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!